Hozzam ezeket a cuccokat? Látod, ott van az a ház. Innen csak a teteje látszik. Szóval, amikor Münchenből hazajöttem, az ismerősöktől hallottam, hogy az egész ország a tévé előtt ült, amikor az öttusaputást közvetítették. Aztán nagyon sok helyre hívtak élménybeszámolóra. Bejártam az egész országot. Sok emberrel találkoztam. Beszéltünk mindenről. Öttusáról, sportról, olimpiáról, mindenről, ami jött, csak éppen politikáról nem, mert hát ahhoz tök vagyok. Ezzel az országjárással elment egy vagy két hónap. És az a régi rögeszmény, hogy én nem magamért futok, napról napra beigazolódott. Meg az emberek tekintetéből, beszédéből láttam, hogy nagyon sokan futottak velem lélekben. És milyen történeteket hallottál a szurkolással kapcsolatban? Volt, aki örömébe ugrándozott, volt, aki sírt, idegenek összeölelkeztek egy kórházba, betegek meg az orvosok. Aztán a nyíregyházi vonalon egy egész vonat lerészegedett. Egy üzemről is hallottam, ahol a közvetítés ideje alatt leállt a termelés, és amikor a művezető okoskodni kezdett, a mellosok bezárták valami sufniba. És csak a himnusz után engedték ki. Persze, azt azonban én nem nagyon tudom, hogy a szurkolásba, a szurkolás zűrzavarába hogy keveredik bele a történelem, de az biztos, hogy valahogy benne van. Az egészből engem az érdekelt, hogy mit évő legyek, mi az ördögöt csináljak, hogy megfeleljek a várakozásnak. Mert ha valakivel is sikerült elhitetnem azt, hogy érdemes küzdeni, és még győzni is lehet, akkor ezt a hitet semmiképpen nem szabad szétfoszlatnom. Szóval, hogy vállalhatom-e a versenyzésnek a felelősségét, vagy sem. Most már talán nevetségesnek tűnik, de akkor én ennek a kérdésnek nagyon nagy feneket kerítettem, és elhatároztam, hogy 40 napra elvonulok a világtól, az emberektől, hogy végig gondoljak nyugodtan mindent, magamban mélyedjek, és eldöntsem a további sorsomat. 4 könyvet hoztam magammal. A Bibliát, József Attila összest, Spinoza etikáját, meg a 40 prédikátort, meg még egy naplót, amiben évek óta írtam a fontosabb élményeket és gondolatokat. Szóval ez volt az a ház. Ebből az egy szobával áll, van egy ágy, asztal, szék, kályha. Itt üldögéltem este, és ennél a lámpánál írogattam a naplómat. Először is leltárt készítettem. Szigorúan rögzítettem, hogy éltem eddig, mivel teltek a napjaim. Általában reggel 6-kor keltem, futottam 5 kilométert körbe a Margit-szigeten, mert évekig a szigeten laktam az úszodában, egy szobában harmad magammal. Reggeli után pisztolylövés vagy lovaglás, a délelőtt folyamán még úszás vagy futás, ebéd, délután vívás, estig. Este 9-kor, 10-kor takarodó, és másnap kezdődött az egész előről. Így éltem egy évet 11 hónapon keresztül. Hetekig haza sem mentem, mert volt nekem közben egy lakásom is,
De az annyira üres volt, egy ágy volt benne, meg egy lemezjátszó, annyira otthontalan volt, mint egy kripta. Így aztán inkább az uszodában laktam, mint sem abban a kriptában. Egyéb életem az ötusán kívül nem is igen volt. Vendégek, barátok ritkán fordultak elő, de hiába is jöttek volna, mert amit mondtam, reggel 6-tól este 8-ig akkoriban ötusáztam. A barátkozáshoz, a kapcsolatok kiépítéséhez pedig idő is kell. A szándék az maga kevés. Az edzés az komoly munka, közben nem nagyon lehet szövegelni. Alvás közben megint nem lehet. És ha adódott egy-két üres órám, akkor nem lehetett hirtelen a szögről barátokat leakasztani. Nők közül is inkább a kevésbé időigényesek jöhettek számításba. Néha elmentem moziba, de közelebbi kapcsolatban csak a zenével, meg a könyvekkel kerültem. Bármikor összetalálkoztam Vivaldival, vagy József Attilával, mindig ugyanott tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk. Ha hanyagoltam is őket egy-két hónapra, ők vártak türelmesen, és aztán ugyanúgy szólaltak meg, mint az előtt. Az ötusa teljes embert kívánt. Volt olyan év, hogy egyetlen feketét nem ittam meg, nehogy megzavarja az ötusával kötött házasságomat. Egyébként még ma is, hogyha megiszom egy feketét nagyon ritkán, napközben, különösen nálatok, este se tudok elaludni, és még éjfél után kettő között a plafont nézem. Visszatérve egyébként a felelősségemre, ami München után különösen a nyakamba szakadt, akárhogy néztem, a nap 24 órájából nem tudtam többet kiszakítani edzésre. Enni is kell, aludni is kell, maradt hátra a másik út, hogy az edzésre szánt időt intenzívebben, keményebb munkával kitölteni. Megpróbáltam sok mindent, például ezt a trónom mellét is megpróbáltam, amire mondtad, hogy hozzam el magammal. Magamra kaptam ezt a helyes kis ólomlajbit. Ilyen ólmok vannak benne, ami fél kiló egy darab. Van benne 20 darab. És ezt magamra kötöttem, csak az volt a baj, hogy nem tudtam megoldani, hogy futás közben ne verje a vesémet. Aztán egy-két edzés után vér jelent meg a vizeletembe, tehát ezt nem lehetett tovább folytatni. Pedig nem volt rossz elgondolás, szerintem legalábbis. Megpróbáltam ezt a kamáslit is. Ez is megvan 2 kiló darabonként. Ezt meg így a lábamra kötöttem. És nem tudtam megoldani, hogy ne törje fel a lábamat. Akár, hogy ragaszgattam le a koplasztal a nyílcseveket, mindig újra feltörte. Szóval nem jött be. De a legnagyobb probléma az volt, hogy már 34 éves voltam, és nem bírtam annyira terhelést. Üldögéltem itt a házsarkánál, vagy benne a szobában, és töprengtem. Mit csináljak? Abba hagyjam, folytassam, maradjak Magyarországon, vagy menjek el Kanadába, mert akkor legalábbis az én zsebemhez mérten csillagászati összegekért hívtak oda edzőnek. Olyan volt ez, mint amikor a háborúban két ellenséges repülő egymásra szembe repül, és amelynek hamarabb elfagy a cérnája, az felrántja a kormányt, és a másik meg hasba lövi. És az marad életbe, amelyik tovább bírja ezt a szembe menetet. Ez esetben mind a két repülő én voltam, ez is, meg itt szembe egymással. És az volt a kérdés, hogy mikor fogy el a cérnám. Meg valami azt súgta, hogy a csúcson kell abba hagyni. Nem törhetem össze azt, amit felépítettem. Nem szabad csalódást okoznom az embereknek. Ha egyszer már elhitettem velük, hogy győzni is lehet, akkor a saját hanyatlásomat azt magamba kell elintéznem, nem a nyilvánosság előtt. Meg rösteltem volna egy törött agyarú vénelefántnak lenne a csordában. De aztán nem magamért. Tényleg nem magam miatt.